Biztos előfordult már a világ történelemben az, hogy DLC-khez gyűjtői változatokat adtak ki, viszont én még soha nem találkoztam ilyennel, eléggé meglepődtem, amikor bejelentették ezt a játékot, és megláttam, hogy bizony itt még Collector's Edition is van, és mivel sajnos az eredeti játéknak a Collector's Edition-jéről lemaradtam, ezért úgy voltam vele, hogy ezt mindenféleképpen elő fogom rendelni, és ha már előrendeltem, és elérkezett az a nap, hogy meg is érkezett, úgy vagyok vele, hogy bemutatom nektek, hát ha valakit még érdekel, hogy mi is található az Elden Ring DLC-ének gyűjtői kiadásában, ez itt az Építs Fel, ugorjunk is vele! Oké, szóval a dobozon láthatjátok, hogy ez a PS5-ös verzió gyakorlatilag egy ilyen régi stílusú kötött könyvet próbál szerintem bemutatni ez a kis borító, amit kapott az egész kiegészítő darab. Ha megfordítom, akkor látható az új pályának egy részlete, és hát a fő ellenségek ebből a DLC-ből, és az oldalán az is, hogy mi van benne, de azt inkább nem mutatom meg, hanem ugorjunk is bele, nézzük meg, hogy mi található pontosan ebben a gyűjtői változatban. Egyébként ezt 280 dollárért rendeltem elő, bármint shippinggel együtt, eredetileg összem 250 dollár volt, meg még rájött, vagy 30 dollár shipping, úgyhogy 288-at fizettem. Ezért kapunk egy egészen plain dobozt, nagyon hasonló, mint a külső borítása is. Pontosan mi van benne, szóval először, amikor kibontjuk, várjátok, hogy lássátok ti is, kapunk egy kis Elden Ring felirattú papírkát. Mi van ebben? Ó, itt van az a kis kód, ami hát gyakorlatilag a DLC kódja. Sajnálatos módon ebben a gyűjtői kiadásban, ha már egy gyűjtői kiadásról van szó, értem én, hogy ez egy DLC, és ez egy letölthető content, de azért tök jó lett volna hozzáadnak egy gyűjtői DVD-tokot. Általában szoktak olyan játékhoz is adni DVD-tokokat, ilyen gyűjtői változatokat, amikben nincs is benne a CD vagy a DVD, úgyhogy ebben az esetben is ez tök jó lett volna, hogyha belerakták volna. Így van, itt csak a kódok vannak leírva, és kapunk egy ilyen kis képet fő gonoszunkról, akinek egyébként itt van a neve az oldalán, mindjárt mondom nektek, Mesmer the Implayer. Ő elméletileg a fő gonosz ebben a játékban, de hát mivel még nem játszottam vele, halványgőzöm sincs pontosan. Oké. Okay. Mi van itt még? Gyere ki. De kis szexi. Na ezt nézzétek. A doboz belsejében van egy második doboz, amit ki lehet nyitni? Hogy? Oh, nesz. Hát ezt lássátok ti is. Tehát így az egészet ki lehet nyitni, mint egy jó minőségű bor, és a belsőben ott található a szobor, ami a lényeg ebben. Ezért az egész részletesen van kidolgozva így első ránézésre, de még mielőtt azt megnézzük, van egy kis könyvecske is hozzá, már ha kijönne. Hogy jön ez ki? Gyere ki! Hát ez elég béna, hogy ezt így oldották meg. Hogy ez nem is a könyv. Ez csak egy... Nem úgy volt, hogy ehhez érkezni fog egy könyv? De Hardcover Artbook. Egy 40 oldalas kemény kötésű könyvnek kéne lenni benne lennie, de hát ez biztos nem könyv. What? Eleve már az, hogy így szét kellett tépni az egész gáz. De ez nem könyv. Ez csak az alja. Akkor ebben nincs benne a könyv. Furi.
Na mindegy, nézzük tovább. Itt van. Mondjuk ez jól néz. De jól nézel ki. Te kis messzmer. Egyébként 46 centi, azt hiszem. Mondom nektek mindjárt. 46 centiméter, így van. Messzmer magassága. Természetesen ezt a 46 centimétert ezzel a hatalmas nagy halberd der írja el. Aminek az oldala le van törve. Hát sanszosan, srácok, én ezt vissza fogom küldeni. Mocsok jól néz ki, ne értsetek félre, tehát mocsok jól néz ki maga a szobor. A közeli felvételen biztosan fogjátok látni, hogy mennyire részletesen van kidolgozva például ez a dárda, ami a kezében van. Nagyon jól néz ki, még a rúnák is a foglalatában nagyon jól néznek ki, de ott a rúna foglalat alatt, amiben rácsatlakoztatom ezt a tetejét, látszódik, hogy itt az oldala le van törve. Ennek a verziónak, úgyhogy hát egyelőre nem igazán vagyok megelégedve ezzel a hát majdnem 300 dolláros előrendeléssel. Egyébként önmagában egy ilyen sziklás talapzatot kapunk, ami mesterien van kidolgozva, tényleg egészen részletes kis talapzat van hozzá, és hát a láb ujja is gyönyörűen vannak kidolgozva a messzmerünknek. Ez a csizma a lábán tök jól néz ki. Látszik, hogy eléggé le van soványod, azért lábnapokat kellene tartani, hiszen hát combiba nem túl erős messzmerünk. Eléggé hát szürkés a bőre, napra is kimozdulhatna néha napján, de az a kígyó, azt vegyétek észre azt a kígyót, ami nem is egy kígyó, mint hogyha a seggéből jönne elő, legalábbis az egyik tuti innen a seggéből jön ki, a másik meg, mint hogyha innen a vállából jön neki, vörös kígyó található rajta. Azok azért egészen jól néznek ki, nézzétek meg a pikkelyeit azoknak a kígyóknak. Eléggé szexi, és hát ez a vörös palást, ami végigfut rajta, egyébként még egy logó is található a palástjának a hátoldalán, amivel, mint hogyha találkoztam volna, így van a doboz elején is pontosan ez vehető észre, és hát az arca is egészen jellegzetesre sikerült. Sajnos a sisakját nem lehet levenni. Egyébként volt egy olyan változat is, amelyben a sisakot lehetett külön megvenni. Ez a sisakot, ami a fején van. Azt hiszem életnagyságban, de nem vagyok teljesen biztos benne, de ebben a verzióban is azért ez egészen részletesen van kidolgozva. Vörös haja van, úgyhogy nagyjából sejthetjük, hogy melyik klánhoz is tartozik messzmer, de nem akarnám lelőni a point, hogyha ti esetleg még ezt nem vettétek volna észre, de tényleg a palása jól néz ki, és érdekes, hogy a kígyó testéből kis szárnyacskák nőnek ki. Hát a Elden Ring Dark Souls virág mindig egy ilyen kicsit kifacsart virág volt, úgyhogy ez található az Elden Ring gyűjtői kiadásában, de sajnos a felvétel után utána fogok jobban nézni, szétbontom. Majd a vágás közben ide fogom rakni nektek, hogy esetleg megtalálnám a könyvet benne, de várjatok, megvan. Jó van. Oké, én vagyok a hülye. Tehát az ténylegesen az alja volt, de még itt van a dobozban benne van egy másik. Nem. Emptiness van itt. Tehát ez a kiadás nem úgy érkezett meg, mint ahogy én vágytam. A szobor nagyon jól néz ki, de sajnos le van törve belőle egy darab. Úgy írták, hogy lesz benne egy kis könyvecske az ártokról, és sajnos az sincsen benne. Azt már így megértem, hogy nincsen hozzárakva egy kis DVD-tok, hiszen azt eleve nem is mondták, hogy lesz benne. Hiányzik a könyv, le van törve belőle egy darab, ez a vásárlás abszolút nem ért közel 300 dollárt, úgyhogy mindenféleképpen nagy valószínűséggel ezt vissza fogom küldeni, és visszakérem az árát, mert sajnos így akármennyire jól néz ki a szobor, ez így nem fain. Úgyhogy hát ennyi lett volna ez a mai bemutató, remélem tetszett nektek. Nagy valószínűséggel ez a játék élményemet abszolút nem fogja befolyásolni, úgyhogy hát a vágás után ugrok is bele a játékba. És hát kezdődhet a szenvedés. Azt mondták így előjárólag, így ahogy nézegettem róla pletykákat, hogy hát nem könnyebb, mint az alapjáték, úgyhogy sírás lesz benne bőven. Ez lettem volna mára, ha tetszett az a mai adás, akkor a lájkokat ne felejtsétek el, esetleg a komment szekcióban mindenféleképpen írjátok le a véleményeteket erről a szoborról kapcsolatban, mi pedig találkozunk a következő hagyományosabb LEGO adásban. Addig is, srácok, jók legyetek, szevasztok! Nincs meg benne a könyv, én vagyok a hülye.
Hát ez nem könyv. Ez egy üreges kis doboz, amit letéptem az aljáról. Kár érte, jó idők volt.